Sziasztok, Zsófi vagyok. Nagyon nagy büszkeséggel tölt el az, hogy a karantén óta több barátnőm is írt nekem, vagy kérdezte tőlem, hogy van-e olyan nagyon kezdő videóm, amit az anyukájának elküldhetne, hogy otthon tornázzon, mert az anyukák is most vagy azért, mert otthon vannak, vagy szeretnék az immunrendszerüket erősíteni, ezt most pontosan nem tudom, nem kérdeztem, viszont szeretnének elkezdeni tornázni. Itt most az anyukák alatt egyébként így a nagymama kort értem nagyjából, tehát azért 55, inkább 60 fölöttiekről van szó, viszont azért még mondjuk nem érik el a 70-et. Jó, úgyhogy egy olyan tornát gondoltam ki mára, amely jó azoknak, akik nagyon kezdők, tényleg nagyon kezdők, tehát mondjuk voltak vendégeim, akik mondták nekem régen is, hogy ők tesi órán tornáztak utoljára, vagy tornából is fel voltak mentve, tehát körülbelül soha. Olyanok is, akik picit idősebbek, de azért ez nem egy szenior torna, jó? Ezt azért leszögezem, de azért már nem 20-30 évesek. Tudom, a 40 sem idősebb, kérlek, ne kössetek bele. Így a karantén alatt látom, hogy ez így egyre még jobban elfajul ez a mindenbe belekötök téma, de erről nem szól a videó. És olyanoknak is ajánlom ezt a videót, akik mondjuk nagy túlsúllyal rendelkeznek, és ők is, tehát mindenképp kezdő vagy, és akár kicsit mondjuk idősebb, nagyon-nagyon kezdő vagy, vagy van egy nagyobb túlsúlyod. Jó? És még arra kérlek, hogy egyáltalán ne érezd azt soha, se most, se máskor, sehol se kínosnak, ha te most kezdesz el tornázni. És ez a most, ez lehet bármikor. És egyébként vannak nekem ugye kezdő videóim, amikor kérték tőlem a barátnőim ezeket a videókat, és elkezdtem keresni, hogy hát persze van nekem, akkor jöttem rá, hogy nem annyira kezdők azok a videók. Ezért most megalkottam ezt az igazi kezdőt, tényleg az lesz, és egy darab törölköző kell hozzá, körülbelül ekkora vagy ennél egy picit nagyobb, jó? Én most nem találtam tisztát, ami nagyobb volt, de nekem is jó lesz ez mindenhez, úgy maximum átlósan fogom. Jó? Még egy valami, hogyha te egyébként sportolsz, csak a pilateszt kezdenéd most, valószínűleg ez akkor sem a te videód, mert akkor lehet egy kicsit erősebbel kezdeni, ha van testtudatod, csak nem pilateszeztél még, akkor egy kezdő, de picit erősebb pilateszre van szükséged, ez a kezdő kezdője. Na, akkor, ja, és ez egy teljes edzés, úgyhogy bemelegítünk. Na, gyere, állj föl, kicsit itt átmozgatom a lábamat, mert úgy elültem, amíg beszéltem. Belső talpért fölhúzzuk, hasunkat behúzzuk, és hátra billen a medence, vállakat letoljuk, fejed tetejével eléred a plafon, de erről viszont van egy videóm, kezd azzal a tornát, hogy azt megnézed, jó? Mindenek előtt azt a videót nézd meg, megpróbálom valahova ide betenni, hogy csak egy kattintás legyen, meg az infoboxba is. Vállak tehát lent, has behúz, és mély levegő, kifúj, és letol a váll. Beszív, kifúj, és letol a váll. Nagyon figyelj végig a tartásodra. És letol. Szívod, fújod, és lentart. Figyelj, a két válladat előre húzod, és vissza közép. Hátra, és vissza. Elől, mintha össze akarnád érinteni, közép. Hátul is össze akarod érinteni, közép. Elől, és közép. Hátul, és közép, na még egyszer, közép, hátul, és csak lent tart, és figyelj, vidd le a fejedet jobbra, csak jobbra, nem előre, nem hátra, innen átgördíted balra, tart, ne nézz hátra, ne nézz föl, előre nézz, és a füled közelíti a vállad, és egy másik irány, és másik irány, jó lesően, jó, és közép. Támaszkodj meg a combjaidon, és a medencédet billens, figyelj, a feneked behúzod magad alá, kitolod. Behúzod, kitolod. Behúz, és tol,
behúz, tol ezt az ágyéki szakaszt mozgatjuk át. Behúz, tol, behúz, tol. A bemelegítés arra való, hogy minden nagyobb izmot és izületet átmozgassunk, hogy semmiféle sérülés ne adjunk lehetőséget a torna alatt. Gyere föl! Plusz sokkal könnyebben is fogjuk végezni a gyakorlatokat. Jó, egyre körzünk egyik irányba, pici köröket, és aztán egyre nagyobbak ezek a körök. Jó. És középen megállít, figyelj, másik irány. Kicsi körök, és aztán egyre nagyobbak. Egyre nagyobb körök, átmozgatjuk ugye ezzel a csípőt, kicsit a gerincünket. Jó, megtart, nyugodtan kapaszkodj valahol meg, és a lábaddal körzöl kifele. Tarts stabilan a törzsed, és úgy képzeld el, mintha mindened teljesen akár be lenne gipszelve, mert tudom, hogy nem mindenki szereti, ha ezt mondom, befele körzünk. De semmi másod nem tud mozogni, mint a bal lábad. Itt a csípőd, és abban mozdul a lábad. Oké, másik. Nyugodtan kapaszkodj, és kifele körzünk. Jó, és befele körzünk. Minden nagyon stabil. Behúzod a hasad, tartod az erőközpontodat. Jó, pilátesen így hívjuk, itt a törzsnek az összes izmát, ami ezt a hátra billentett medencét tartja, ami gyönyörű hosszan tartja a gerincedet és a derekadat, támasztja az összes hasizmodét, jó, és tehermentesíti. Oké. Okay. Pici terpezben legyél, combodon megtámaszkodsz, és annyi a feladat, hogy megemeled a sarkad, leteszed, megemeled a lábujjad. Föl, és föl. Ha tudod, akkor így a sarkadig gyere föl, tehát az egész lábfejed megemeled, nem csak a lábujjaidat, föl, és föl, föl, na és figyelj, itt egy picit tovább megyünk, emel a kar, és vissza, emel, és vissza, föl, vissza, föl, vissza, föl, és vissza, utolsó, föl, és tartsd meg, tedd előre a jobb lábadat, támaszkodj a balon, pipa lent, jó? Tehát amikor így vissza van feszítve a lábfej, és leengeded magad, szívod a levegőt, és fújod. Itt szívod, és fújod, figyelj, nyújtva van a lábam, szívod, és fújod, na még egy szív, jó, gyere föl, másik, pipa elől, és beszi, és kifúj, beszi, és kifúj. Támaszkodsz a jobb lábadon, bal lábad van elől, pipál a lábfej, és érzed, hogy itt hátul nyúlik. Jó. Na, csuklót átmozgatod, összefűzöd a két kezed, és átmozgatod, és a lábfejedet is. Jó, kifele körzöl, és befele körzöl. Most a másik, kifele körzöl, és befele körzöl. Talán hallod, hogy nekem is recseg, ropog, semmi baj nincsen. Mármint, hogy ez nem annyira jó, de nincsen semmi akkor se, hogyha valamit recseget. Na figyelj, lemegyünk a talajra. És ha már pilátesz, természetesen a százassal fogjuk kezdeni, de tényleg egy igazán kezdő pózban. Fordulj el az oldaladra, és gyere, feküdj le hátra. És így átfekszünk a hátunkra. Ugye azt mondtam, és igen, tehát hátra fekszünk le. A medencédet tartsd meg. Itt a medencédet tudod úgy billenteni, feszíts meg a farizmot, és a medencéd úgy fog billenni, hogy itt a szemérem csontod egy picit így az arcod és a plafon felé közelít. És ha ezt ellazítod, újra a másik irányba fog közelíteni, és ezt egy picit túl is toljuk, hogy a szeméremcsont oda a két láb közé menjen, jó? És billent,
és billent. Billent. Egyik irány, másik. Egyik, másik. Jó, tartsd meg a két végpont között, teljesen vízszintesen, és figyelj, vegyél egy levegőt, lefele néznek a tenyereid, hosszú a nyakad, levegő, fújod, megemeled a fejedet, két karodat, és itt az orroddal elnyúlsz a térdeid fölött középen, és leteszed magad. És fújod, fújod, emelkedsz, és leteszed magad. És fújod, emelkedsz, behúz a has, és leteszed. Utolsó fönn tart, és figyelj, elkezdünk a karjainkkal paskolni itt a levegőben, és öt ilyen pumpáláson keresztül beszívod a levegőt, ötön keresztül kifújod. Nagyon keveset csinálunk, bár százat szoktunk, ezt itt most mindjárt abba hagyjuk, jó? Ötön keresztül beszívod, ötön keresztül kifújod, még kétszer. Jött, fúj, két, há, négy, öt. Utolsó belégzés, fúj, két, há, négy, öt. És tedd le, és már is nyújtózz egy nagyot. Jó, tedd a két karodat magad mellé, engedd le a vállaidat, és tedd a bal lábadat talpra. Jó, húzd fel a jobb lábad, és nyújtsd a plafon felé. Jó, teljesen nyújtva van a láb, és ezzel a nyújtott lábaddal picit körzöl, befele indítod, befele, le és föl. Jó, ekkora a kör. Szívod és fújod. Egy picit indul befele, egy picit lefele, egy picit kifele, és középen megtart. Lefele szív, fölfele fúj. A medencédet nem billented. Le és föl. Az a nagyon fontos ebben, hogy a törzsed maradjon stabil. Engedd le a bordáidat. Stopp és másik irány. Nagyon-nagyon hosszú gerincel. És föl. Le és föl. Na még három, jó? És föl. Kettő. És fönn tart, és hajlíts be, fogd meg a combodat, és húzd magadhoz a lábadat, és tedd le talpra. Jön a másik, nyújtsd föl, húzd ki magad, és mehet a kör keresztbe, lent fönn tart. Csak akkora, ahol nem billen el a medencéd, arra kell a legeslegjobban figyelned. Szívod, fújod. Szívod, fújod, három, kettő, utolsó, egy, és másik irány. Ahhoz, hogy ne billegj, ahhoz kell tartanod a farizmodat, a combizmodat, az összes hasizmodat, és bizony még a lapockáidat is zárni, azok is segítik a törzsedet stabilizálni. Három, kettő, egy, fönn tart, húzd magadhoz, és letesszük. Figyelj, fordulj el ide felém, és úgy gyere felülésbe. Ez egy nagyon gerinckímélő felülés, és most fog kelleni a törölköző. Úgy ülj, hogy neked kényelmes. Ha ez most mondjuk egy senior torna lenne, mondanám, hogy valamire ülj rá, akár a kanapéra, vagy valami, de... Tehát, hogyha tényleg olyan korban vagy, hogy úgy érzed magad, akkor valamivel emeld meg a feneked. Oké, megfogjuk a törölköző két végét egy ilyen bő, mi ez, válszéles terpezben, szélességben. Letolod a vállad, ez nagyon gyönyörűen hattyúnyakad legyen, és ahogy tartod, elkezded majd, vegyél egy levegőt, elkezded kifújni, és közben szét akarod tépni a nyújtott karokkal a törölközőt, és húzod befele a hasad, és enged. Jó, túl sok információ volt lehet, tehát beszív a levegő,
És ahogy fújod, húzz szét, csak húzz szét a töröl között. Itt a cicik előtt, jó? Húzod, 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 és engeded. És a következő, levegő, fújod, akart széttépni, és befele húzd a hasad. Széttéped és húzod a hasad. És vissza. És fújod, húzod, húzod, széttéped azt a töröl között. Széttéped. És enged. És fújod, húzd a hasad, húzd mélyre, még mélyebbre, és enged. Egy utolsót még. És fújod, húzod, közben nősz meg magasra fejed tetejével, eléred a plafont, széttéped azt a törölközőt, és engeded. Jó, tedd le, és elfordulunk, vagyis lefekszünk oldalra, úgy, hogy itt hajlítva van a lábad. A kezedet akár te csinálhatod úgy, hogy ráteszed a fejedet a törölközödre és a kezedre, de azért jobb az, hogyha a könyököd, a vállad és a csípőd egy vonalban van, fejedet ráteszed a tenyeredre, előre hozod a térdedet úgy, hogy a talpad körülbelül a hátaddal van egy vonalban, vagy egy picit előre. És figyelj, a feladat annyi, hogy nyit a térd és zár a térd. Nyit és zár. Nyit és zár. Emel vissza. A legfontosabb, hogy közben a feneked nem esik hátra. Nem azért emelek én is így, ekkorát, mert nem tudnék nagyobbat, ha hátra billennék, de az a fontos, hogy ezt ne tegyem. Jó? Lent megtart, és előre húzod derékszögben a két lábad. Itt is derékszög, csípős térdhajlatban is, és itt emel, és vissza. Emel, vissza. Föl, és le. Föl, és le. Emel, jó, már nincsen sok belőle, és le. Közben szorítsd a farizmodat, koncentrálj még arra is, hogy itt ténylegesen dolgozzon az a popsi utolsó föl, és le is tesszük. Jó? Itt nyújtsd ki az alul lévő lábadat, és tedd le azt, amit emelgettél. Tedd le a fejedet is, és innen fordulj el hátra. Csavarodj. Tenyered, amivel elnyúltál, azt nézzen fölfele, és lélegezz mélyeket. Jó, vissza, és gyere föl. Másik oldal. Jó, a könyököd, a vállad és a csípőd egy vonalban van, talpak egy vonalban a hátaddal, vagy egy picit előrébb a térd, és emel, vissza, mint egy kagyló, kinyílik, és vissza, föl, és vissza, emel, le. Úgy, hogy nem dőlsz közben oda hátra. Föl és le. Föl és le. Emel. Kettő. Behúz a has. Vissza. Előre a két láb derékszög csípő és térdizületben. És pipa, emel a láb. És vissza. Ugyanoda emelkedik a térdem, mint a lábfejem, a bokám. Oké? És közben nincs ilyen billenés. Csak a láb. Föl és le. Négyet. Behúz a has közben. Három. Kettő. Tényleg addig emeld, ahol érzed, hogy a farizom feszül. Jó, letesszük úgy, hogy kinyújtjuk a lent lévő lábunkat, és elcsavarodunk. Lélegezz mélyen, hagyd, hogy nyúljon a csípőd, a gerinced, a mellizmód. Jó, gyere vissza, és gyere újra olyan ülésbe, ami neked kényelmes, és újra fogjuk a törölközőt.
Viszont most előre fogunk dőlni, azért is fordultam el, most fordulok ebbe az irányba. Emel a két kar, és gyere ide, dőlj előre. Úgy vedd föl, vegyél föl egy olyan pózt, amiben, vagy egy olyan ülést, amiben ezt a pózt fel tudod venni. Jó? Itt van fönt a farokcsontodtól, a fejed gúbjaig, sőt a törölközőt közepéig egy egyenes vonal vagy. Tartod, és innen behúzod a hasadat, és viszed hátra a törölközőt, és vissza. Hátra, vissza. Húz a köldök, szorít a farizom, lent vannak a vállak, nem húzod a fülethez. Hátra, és vissza. Tartsd a fejedet, a gerinced meghosszabbítása, még 5 darab. Föl, föl, egészen, mintha hátra akarnál nyúlni magad mögé a falhoz, és figyelj, egy utolsót idehúzol, és tartod, és téped szét a törölközőt ott. Akarsz széttépni, vedd közben a levegőt. Húzzad, 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 még mindig. Nem kell addig tartani a levegőt, lélegezz. És le. Jó, na, igazából meg is vagyunk itt a nehezebb részével a tornának. Most jön egy kis nyújtás, persze van akinek ez a nehéz. A törölköző kell hozzá. Gyere ülésbe, és nyújtsd ki mindkét lábadat előre, és tedd rá a talpaidra a törölközőt. Ha ez nyújtott lábbalnál megy, akkor húzd be a lábadat, ott tedd rá a törölközőt, jó, és úgy akkor a törölköződ legyen, hogy elért. Természetesen, ha egyébként nagyon hajlékony vagy, akkor nyugodtan foghatod a lábadat, és húzd magadat úgy oda. Jó? Egyenes legyen most a hátad, és a mellkasoddal közelíted a lábfejeidet. Jó? Vedd a levegőt, orrodon beszívod, és kifújod. És kifújod. Egy utolsó. És fúj, és följövünk. Megint ülj úgy. Jaj, bocsánat, még nem. Húzd be a két lábad, nem kell a törölköző. Talpaidat tedd össze, és lehet, hogy itt van fönt a térded, az ugyanolyan jó. Lehet, hogy lent van, lehet, hogy távol van most a lábad a fenekedtől, akkor távol van. Jó, de amennyire tudod, közel húzod, és a térdeidet, inkább azt mondom, hogy a lábaidat, óvatosan tolod lefele. Nem izomból, nem erőből, azt szoktam mondani, hogy a karod súlya nyomja le. Ez nehéz úgy, hogyha mondjuk ennyire fönt van, mert akkor nincsen súlya a karodnak, akkor egy pici nyomást gyakorolsz rá. Jó? Ha lent van, akkor pedig egy icipicit tolod lefele. És azt érezd, hogy a belső combod nyúlik. Akár, ha pedig nagyon lent van, akkor fogd meg a lábaidat és húzd magad előre. És vedd a levegőt. Nagyon fontos, hogy ezt a részt soha, de soha ne hagyd ki. Sokkal hatékonyabb lesz a következő és a következő és az azutáni mozgásod, edzésed, sokkal könnyebb lesz a mindennapi összes tevékenységed, hogyha egy picit adsz arra, hogy nyúljanak az izmaid, akár az ízületeid. Gyere föl, hogy hajlékonyabb, hogy rugalmasabb legyél. Oké, ülj úgy, ahogy jól esik. Fogd meg a bal kezedben a törölköződ végét, emeld föl, és mutatom hátulról, engedd ide le, és ott fogd meg a törölközőt, ahol te tudod. Jó? És mássz a két kezeddel egyre közelebb egymáshoz, de az semmi baj nincsen vele, ha távol vannak, jó? A lényeg, hogy itt érezd a nyújtást. Mutatom így oldalról. Jó? Tehát a tricepsedben és itt a széles hátizmodban ott kellene érezni. Válladban, hogy nyúlik. Még egy levegő. Jó.
És csere, másik. Emeled, leengeded, és a másikkal megfogod. És lélegezz mélyeket. Orrodon beszívod, és a szádon kifújod. És fúj. Na még egy mély lélegzetvétel. És fújt ki. Jó. Na, gyere még egy picit guggolásba, és innen tolt föl a fenekedet, egészen úgy, hogy kinyújtod a lábadat. Bárhol is vagy, itt fönt, vagy itt lent, az a jó póz, oké? És innen fújt ki a levegőt, és belégzésre gyere föl. Oda megnyúlsz. Így, hogy benne is legyek. És fújt ki. És egészségedre. Nagyon-nagyon ügyes voltál, hogy ezt most végigcsináltad. Persze lehet, hogy már 20-adjára csinálod végig. Akkor viszont azt ajánlom, hogy lépj tovább egy olyan videómra, amit eddig kezdőnek hívtam. Jó? Bármelyik a csatornámon, ahova oda van írva, hogy kezdő videó, az most már a te szinted. Oké? Egy kicsit nehezek lettek azok. Nem tudtam akkor még igazán, hogy mennyire kezdő is lehet valaki, vagy nem gondoltam bele. Most viszont már tudom, és egyébként úgy nagyjából az anyukámból indultam ki, ő 65 éves most, és egyébként azért ő tornázgatott, tehát én tornáztattam őt azért az elmúlt években, de hát messze lakunk egymástól, azért olyan nagyon sokat nem tudom, és azt gondolom, hogy ő azért ezt a gyakorlatsort úgy nagyjából végig tudná csinálni, sőt, talán ő még könnyen is. Úgyhogy, ha te tényleg nagyon kezdő vagy, akár nagymamakorú vagy, túlsúlyos vagy, és most kezded el, akkor ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlatsor volt neked, és legyél magadra nagyon-nagyon büszke, hogy végigcsináltad. Én az vagyok. Én nagyon büszke vagyok rád. Köszönöm szépen! És ne felejts el kérlek feliratkozni, és akár az Instagramon is követni, Zsófia Pölös néven megtalálsz. Írd majd le, hogy tetszett ez a torna, és oszd meg olyanokkal, akiknek szüksége lehet rá. Puszillak, szia!